Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kleopátra szerelmi üzenete. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A fő téma. Itt látható középen. És ez a kártya jelenti az egyedüllétet, jelenti a magányt. Ez néha még a párkapcsolatban is így lehet, hogy együtt vagytok, de mégis egyedül érzed magad. Magányosnak érzed magad. Az is lehet, hogy nem a te helyzeted, hanem az övé, mert ő érzi egyedül magát. Lehet, hogy most visszahúzódott, hogy nincs kapcsolatotok, de nem boldog ebben a helyzetben, hiszen látható a szomorúság, az egyedüllét. Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, hogy ő ki akar lépni ebből a helyzetből, hiszen ez szomorúvá teszi. De ez a kígyó lehet egy másik nő is, hogy még van egy párkapcsolata, és ebben a párkapcsolatban ő magányosnak érzi magát, egyedül érzi magát. Az is lehet, hogy ez a nő befolyásolja a kettőtök kapcsolatát, és voltak emiatt félreértések, és ezért ő most visszahúzódó, de mint itt látható, magányos, egyedül érzi magát. Itt a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, kilép ebből a helyzetből. Amit a hajó még jelenthet, egy utazás, hogy veled együtt tervez egy utazást. Vagy ez a hajó lehet internet kapcsolat és külföldi kapcsolatok például. De lehet egy belső út is, hogy kettőtök között van egy lelki kapcsolat, és lesz egy közös életút. Sőt, itt láthatóak az utak, és az azt jelenti, hogy döntéseket fogtok hozni. Ebből a helyzetből kiléptek. Ő lezárja a kapcsolatot ezzel a nővel. Itt van a remény. Lesznek változások, egy közös életút, vagy lesz egy nyaralás. Itt láthatóak a döntések. Útban van hozzád. Itt ez a kártya kellemetlen, hiszen vannak viták, veszekedések, félreértések. Én úgy értelmezem a kártyákat, hogy ez a kígyó, tehát ez a hölgy befolyásolja őt, vagy lehet az ex-társnője, vagy te úgy gondoltad, hogy ő megcsal téged, hiszen megjelenik itt a nő. Emiatt voltak viták, veszekedések, félreértések, ő visszahúzódott, de egyedül van, egyedül érzi magát. Tehát ő nem akar kapcsolatot a kígyóval, ő nem akar kapcsolatot ezzel a hölgyel. Itt van a remény, hogy minden jóra fordul, és útban van hozzád. Azon kívül döntéseket fogtok hozni. De újra elővenni ezt a témát, újra vitázni a nő miatt nem szabad, hiszen akkor újra ez a helyzet lesz, hogy megint visszahúzódik, nem beszéltek egymással, tehát kerüljétek el ezeket a nézeteltéréseket. A kulcs a te kezedben van. Légy diplomatikus. Zárd le a kellemetlen helyzetet.
Zárd le ezt a témád, zárd le a vitákat, zárd le ezt az egyedül létet. És egy időben kinyílik itt egy új kapu, a lehetőségek, egy új irány, egy új út, és itt van hozzá a remény. Az egerek tudnak segíteni, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a magányt. Az egerek eltávolítják ezt a nőt. Az egerek eltávolítják a félreértéseket. És akkor itt a remény, az utazás és a változások. És ez volt Kleopátra szerelmi jóslata. Én nem vagyok Kleopátra, hanem itt a képen jelenik meg, és ő üzeni most ezt számunkra, ezt a jóslást, és amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, ennek is nagyon örülnék, és köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos.